A napokban az egész ország megismerhette a gödöllői fagyizó tulajdonosát, Illés bácsit. A retro cukrászdát az Élelmiszerlánc biztonsági hivatala záratta be, mert szerintük az nem felelt meg az előírásoknak. A helyiek azonban összefogtak, hogy megmentsék a fagyizót. Mondja meg, hogy Molnár István vagy idé. Kovács Juliska főjelentett idevaló lakos, Kossuth Lajos utca 21 szám vagy, mit tudom én, csak egy példát mondta, tetszik érteni. 50 éve itt vagyok, 64 éve szakmában vagyok, én nekem még az életemben semmi problémám nem volt. Magyarország legfontosabb, ha én voltam cukrász, mielőtt idejöttem. Ha ott jó voltam, itt nem vagyok jó. Ennek a személynek. Sokan felháborodtak és kiálltak az idős cukrász mellett. Úgy vélik, hagyni kellene őt dolgozni, hiába elavultak már a munkaeszközei és a munkakörülményei. Mások szerint a helyszínen készített képeken is látszik, nem szabad emberi fogyasztásra szánt termékeket ilyen helyen készíteni. Valamikor ez a lambéléa is ugyanilyen volt, itt ami van ez, mint ez. Tetszik tudni, de a tönkrement rendbetettem, kicserétem, minden, úgyhogy teljesen körül ilyen volt az egész lambéléa. Tetszik érteni? Mikor ide kerültem, úgy tessék elképzelni, hogy még vízvezeték se volt itten. 5 évig hordtam a vizet a trabantommal. Volt egy 500-as trabantom, 500 köbcent is, mikor ide kerültem. Én eleget tettem a kötelezettségemnek, mindenféleképpen úgy érzem, tetszik tudni. De a kölyár, mondom, mindig küldte az embereit, vitték vizsgálatra mindig a vizet Pestre. De soha semmi probléma nem volt, meg lehet. Mert el vannak rakva az adatok, ha valamit vitne, valahonnan vizsgálatra, tetszik érdeni. Petíció. Ez a fagyi adagoló. Uh-huh. Tetszik látni, ezzel adjuk a fagyit. Tiszta víz van. Ez egy adag fagyit be, kiadunk már, ez rögtön koszos, már olyan értelemben, de az nem kosz, ez a fagyiból, ami lemarad. Én szakács vagyok, cukrász vagyok, szállodavezető vagyok, pincér vagyok, és azon kívül ipartestületet is vezettem, 17 évig Gödöllőn, abból is vizsgámba. Egy tiszta asztal. A kölyállós is azt mondta, hogy ez egy tiszta asztal. Ezt mikor dolgozok rajta, akkor én leveszem innen, félreteszem, és akkor úgy dolgozok rajta. Tetszik tudni? Ez egy villanysütő, jelenleg nincs használva, kakaó van benne, ebbe sütök. Ez a gázsütő, propán-bután gázsütő. Még már egész nap csak takarítottam. Apa, nincs semmi baj. Ez itt van rozsdamentes üst. Ez a védőburok. Annyit mondott ezzel kapcsolatban, hogy ez hogy néz ki így. Hát régen nem lehet ezt kapni, habverőgépet. Ezt is úgy csináltattam. A Rákóczi út meg Szentkirály utca sarkán volt egy gépipari technikus, ilyen féllábú. Azt csinált cukrászoknak ilyen gépet, de még ennek semmi baja nem volt, és 50 éve dolgozok vele. Tessék elképzelni. Most a motorja egy kicsit szorul neki, és így meg szoktam segíteni. Ide be kell tenni bele a habverőit, és akkor itt keveri a habot, ha kell. Ilyen hangosan működik. Kanadából is itthon vannak, itt voltak gyerekek, kitelepültek, azt mondták, hogy ha megtudják, hogy ki volt, kivégzik. Isten bizony. Én nem jegyeztem meg, hogy hogy hívják, hogy mit tudom én, meg se ennyi embert én nem tudok megjegyezni, hogy ki mit beszél. Én magamról tudom, hogy én mit mondhatom. Tetszik érteni? Értem. Én komoly embernek tartom magam. 17 évig az egész gödöllői járásnak, ipartestületnek az elnöke is voltam. Megmutatom a kitüntetéseimet, amit kaptam érte. Az nem volt semmi. A Kistarcai Kórházhoz társadalmi munkát szerveztem, a új művelődési házhoz, a tanácsházhoz társadalmi munkát szerveztem, meg egyébek, a kisiparosokból. Az egész gödöllői járás ilyen építőiparos. Szóval rengeteget tettem ezért az országért,
és én egy senki vagyok, az a valaki, aki betelefonál egy senki házi, aki lehet, hogy életében is nem dolgozott. Tetszik érteni? Meg se nem tanult, mert nagyra becsülöm, aki tanul, nagyon nagyra becsülöm meg azt, aki dolgozik. Fizikailag. Tetszik érteni? Mert ilyen nincs, hogy csak úgy valakit tönkreteszünk.